A reklámok rejtett tartalmairól tartott előadás Bartusz Dobosi László, a Matthias Corvinus Kollégium irodalomért és kultúráért felelős oktatója. Az interaktív programon leginkább diákok vettek részt, akiknek játékos feladatokkal, kis videókkal és meghökkentő termék megjelenítésekkel is fűszerezték az előadást. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ne legyen olyan téma, ami tabu a gyerekek előtt, és ezek közül az egyik nagyon izgalmas dolog a reklámoknak a helye, szerepe, és ebben az egész reklámőrületben, amiben élünk, ebben a fogyasztói társadalomban, szerintem ez egy olyan téma, amiről beszélni kell. Próbálom felvillantani azokat a cseleket, trükköket, amivel a reklámok próbálnak minket befolyásolni, hogy megvegyünk esetleg olyan dolgokat is, amiket nem szeretnénk. Az előadó arra is kitért, hogy ma már nem piackutatást végeznek a reklámcégek, hanem sokkal inkább a piacnak az alakítását. Tehát nem azt mérik fel, hogy mire van szükség, hanem a fogyasztók óra alá dörgölik a kínálatot, így az emberek egy idő után azt hiszik, hogy ők tényleg szeretnék megvásárolni az adott terméket. Érzékenyebb, a leginkább támadható korosztály az a két végén van, a gyerekek és az idősebbek. És hát, mint hogy mi lehetséggondozással foglalkozunk, most én a gyerekeknek hoztam egy ilyen viccesebb, humorosabb, beszélgetősebb formában ezt a témát. Legtöbb mindennapi döntésünk tudatalatti szinten születik meg, ezért nagyon érzékenyek vagyunk minden olyan kísérletre, amely tudatalat próbál meg minket befolyásolni. Erről szólnak a reklámok is. Hogyan vehetjük észre a különféle módszereket, amikkel igyekeznek manipulálni minket, illetve hogyan tehetünk ellenük? Erről is szó esett az előadáson.